amíg mielőtt beindítanám a motort, be van szinkronizálva. A féket megmentettük, igazából a betéteken volt, de teljesen be voltak. A három dugattyúból három be volt rohadva. Itt melegíteni kellett. Most ugye új fékfolyadékkal, ilyen a féked, forgass meg, szépen elengedi. Tehát egyből fasza, és mit akarok mondani, a hátsó fék munkahenger is teljesen szar volt. A pilotokon nyitottam egy kicsit, mert megkívánja a motor. A csillagkereket sajnos áttúrtam az egész, nem találtam hozzá csillagkereket. 1001-eshez van egy csillagkerekem. A 750-eshez nincsen. Úgyhogy azt nem tudtam kicserélni, az még egy kicsit csörömpöl benne. A lánc a helyén van, mutattam az első videókon. Szépen, sokkal szebben jár, olaj ki lett benne cserélve, első teleszkóp felújítva, szimmering, minden szírszar. Nézzük meg, kell húzni egy kuplungot. Mondom, a kell húzni egy kuplungot, szerintem. Húzod, egybe van rakva szépen. Húzd neki, hogy egybe megy. Gyönyörűen együtt megy. És hogyha így letekered, egyből lehet hallani, hogy a csillagkerék 500-on ketyeg, itt gyönyörűen megy, hibátlan veszi alapot. Örök, mint a vaddisznó. Jó? Azt mondom neked, hogy azt mindenféleképpen láncot meg ilyesmit tök fölösleges benne cserélni, mert ugyanez lesz vele. Jó? Féket megmentettük, úgyhogy egy motorozható állapotba került a motor. Annyit mondok neki, hogy ezeket az a baj, hogy ezeket az alkatrészeket már nagyon-nagyon így ebay-en használtam esetleg, de az is lehet, hogy pont ugyanez a baj. Én nem találtam, csak 1001-eshez van. Jó? Úgyhogy azt mondom az úriembernek, majd visszanézi a videót, hogyha ezt meg akarja mindenféleképpen szüntetni, ugye itt le lehet venni a vezérmű tengelyekről a fogaskereket, akkor a két felső fogaskereket kell cserélni. Cserélni kell a vezetőt elő, cserélni kell hátul a banánt, kell bele egy új patron, mert most megreszeltem, most fasza, de kell bele egy új patron, kell egy csillagkerék, ami leszorít, és akkor annyi. A szelephézagok azok össze-vissza voltak, befele valójában ilyen 15-re raktam, 10-15, kifele meg 15-20-ra. Jó? Ugye ez a pontra betetés, tehát úgy mondom neked, hogy ilyenkor videókban bőn nem így tetted. Azért testvérem, mert ott van nekem az a kész hét, két darab hézagmérőm, azt használom már körülbelül 15 éve, nem azért, mert olyan rohadt drága, mert 1000 forint. Csak azt mondom neked, hogy ahogy ott van a mikron egyből mellette, megnéztem, ahogy azt túl tologatod be, ki be, 3-4 év alatt, érted, a 10-esből lesz 0,08-as. És azért mondom, hogy tolik, de ezt írja a gyár is, érted? Tehát azt mondom neked, hogy befele körülbelül 15, kifele körülbelül 20. Ez tökéletes ennek a motornak. Ugye ez egy légolajos technika, fék meg lett csinálva, teleszkóp meg lett csinálva, motorozható állapotban. Ezzel az izé csillagkerék, és még kapok egy izét is, egy ilyet? Hú. Jutalom van a fény. Jutalom van, de nagyon finom te. De jó vagy. Meg jó, hogy izé műfogsorom van, és nem tud elrohadni. Na, szóval az a lényeg, porcelánból ráadásul. Na, szóval az a lényeg, hogy jöhet érte ez a dán úriember. Más olyan hű, de nagy problémát nem izélünk. Töltés van. Lánc az most volt rajta, nem olyan régen cserélve, látszik. Gumik is jók. Gumik is jók, ebben motorozni kell. Igazából ő is már egy olyan öreg jószág, hogy ne őt is tegyük össze a két kezünket, mondjunk el egy mi atyánkat, hogy még megy. Na? Tehát azért mondom neked, hogy ha ez a csörömpölés zavar, ami még marad benne, akkor ezeket mindenféleképpen meg kell szerni. Nem volt meg a króm. Ja, ez nem volt rajta. Mert oda, ide jön egy króm, egy ilyen, be kell akaszítani. A másik oldalt megvan? Na, a fék az nagyon gyatra, tehát az a fék az katasztrofális volt. Az katasztrofális volt. Ava dolgoztam 2 órát. A 3 munkahengerre. Jó? Sziasztok, kellemes mindenséget! Boldog Hanukát, úgyhogy mindenkinek.